Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Szarka Hajnalkát, a Leonardo Szabad Iskola alapítóját és oktatóját. Szia Hajnalka, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz. Köszöntelek én is. Első körben arra kérnélek, hogy egy picit foglald össze a Szabad Iskolának a történetét. Biztos vannak olyanok, akik már kívülről fújják, de mindig jó ezt újra hallani. Igen, szívesen Újpesten alapítottam. Kezdetben a Karinthy Frigyes Általános Iskola és Művelődési Házban volt, Káposztásmegyer 1-en. Onnan még 2-3 helyszínre elvittem. Mindig kerestünk egy jobb helyet, vagy amerre éppen tanítottam, például a Babics Gimiben is volt. Egy álmom teljesült ezzel. Alapítottam akkor azzal egy időben egy kerámia kört is, de az már akkor kiderült, hogy talán nem megy annyira, viszont a rajz megmaradt, és egy ilyen nemes nevet adtam neki, Leonardo Szabad Iskola, amikor már így kiterjedtebb volt, és többen jártak, többféle korosztály megtalált. Kiknek szól most jelenleg ez az iskola? Hogy mondtad előbb, hogy többféle korosztálynak, és most én is azt olvastam, hogy a gyermekeknek és felnőtteknek, vagy diákoknak és felnőtteknek is egyaránt alkalmas. Milyen foglalkozások vannak, illetve hogy néznek ki ezek? Igen, igen. Mindig péntekenként van, hogy így a részletbe beleesek egyből, és délután ez sokaknak pihenés, a diákoknak is már éppen jó, mert nem kell másnapra készülniük. Egyébként valóban minden korosztályt befogadunk, évközben is befogadok. Azaz, amikor rám talál, akkor örülök, hogy be tud kapcsolódni, és tud hozzánk akkor így járni. Korosztályban csak annyi, hogy ha felvételi előkészítő jelleggel jár valaki, akkor különösképpen odafigyelek rá, olyan jellegű munkákat adok, beállításokat, amiket tud ő használni, és akkor a mappájában előkészíti, és mappájában gyűjti a jó munkákat. Míg az idősebbek vagy nyugdíjasok pedig, ugye, ha rám találnak, akkor valójában nekik ez egy élményfestés, élményrajzolás és a készségük tovább folytatása. Azt gondolom egyébként, hogy boldogabbá is teszi őket, tehát így az idősebb korosztálynál látom, hogy mennyire kiteljesíti a hetüket és az életüket is. Ez nagyon jó, hogy tényleg nem csak mondjuk szakmabelieknek, vagy felvételi előtt álló diákoknak érdemes hozzád, vagy hozzátok járni, hanem igazából mindenki megtalálja akkor ezek szerint azt, amit szeretne. Ezt jól gondolom? Igen, és azon is vagyok, hogy megtalálja. Tehát ugye az 5. kerületi labban is megjelent egy kis cikk rólunk, és talán Újpesten is terjed valahogy. Amikor kiállítás megnyitóban, akkor időnként egy-egy ilyen kis szórólapot leteszek a polgárcentrumban is. Tehát azt szeretném, hogy véletlenszerűen, de rátaláljon ki, aki valami hasonlót keres. És nem egyszer találkozom olyannal, hogy ó, milyen régóta keresek egy olyan kört, ahol mióta más foglalkozásomban szeretné folytatni, és akkor így szerencsére ez alkalmas, ez a kör erre. Hányan vagytok egy csoportban, a különböző csoportokban hányan vannak egészen pontosan? Egy csoport van, a beiratkozók száma idén kevesebb, de sokkal több az aktívan járóké, tehát mondhatom, hogy 13-ból egy ilyen 7-8 fő, ha már 9-10 is előfordul, van ott egyszerre. Asztalnál is, rajzbakoknál is klasszikusan abszolút ilyen, mint az egyetemen, olyan körülmények között dolgozunk. Régi bútorok ezek, de nagyon jók, amikre ugye hát ilyen lovaglőülésben kell ülni, és akkor nézzünk szembe a modellel, vagy a tárgyal. Ez nagyon hangulatos lehet. Igen, így is van. Wifi nincs, tehát igazából nem zavar meg bennünket a telefonálás. Ennek külön örülünk is, de ezért zenét lehet hallgatni, és tulajdonképpen körbe-körbe járok, és akkor segítek, próbálok mindenkit a maga útján vezetni. Körülbelül egy éve voltál nálam bent. Milyen változások történtek azóta nálatok? Van-e valami izgalmas, amit ki szeretnél emelni? Amit kiemelnék, hogy többen lettünk úgy aktív létszámban, mint ahogy ezt eddig mondtam is, tehát a ragaszkodók száma lett több. Sikeres felvételizőim is vannak, akik egyikük divattervező szakra, másik művészeti iskolába jutott be, sőt, ők ugye hűségesek is vissza is járnak, vagy legalábbis beszámolnak arról, hogy tanulnak. A divattervező szakon egy versenyt nyert is az a 9-es kis volt tanítványom, és hát ő is így azért néha jelentkezik.
Változás témában nincs, tehát a portré mindig a második fél éves munka, és ezt egy picit előkészítjük ilyen technikai ismeretekkel az első fél évben, amikor több a csendélet, meg több a beállítás, kocka, vagy amire éppen szükség van. Amiatt, hogy talán így rendszeresen többen ott vagyunk, azért mondhatom, hogy jó, most barátibb a hangulat, vagy mindenki tolerálja a másikat, hogy igyekszik, és akkor egymást is segítik. Ez nagyon jó légkört tudott így teremteni idén is, és talán még jobbat, mint tavaly. A te kedvenc témát, hogyha ki kell valamit emelni, akkor mi lenne az? Mit szeretsz leginkább alkotni, festeni? A szakkörömön belül? Igen. Amikor portré van, élő modell, rettenetes jó hangulatot tud kelteni, ez a szó lehet, hogy nem is alkalmas, mert hozza maga a különleges egyéniségét, sokszor statiszta is, és egyben hivatásos modell, akit meghívok. Kicsit beszéltetjük, és akkor nagyon érdekes dolgokat tudunk meg az életéről, pár szóban is. Akkor nagyon különleges, és ezt szeretem, mert látom, hogy mindenki megpróbál ráhangolódni, egy kicsit megérteni, hogy honnan csöppent ide ez a különlegesen öltözött ember, vagy ez az érdekesen viselkedő asszony, és ezt a részét szeretem. De van a nem szeretem, és mégis nagyon kell, ez pedig a tárgyrajzok megtanítása, és ezt pedig azért bírom, mert azért úgy gondolom a törvényszerűségeket elmondani, amiket én korábban megtanultam, és tényleg úgy is gondoltam, hogy egyszer tovább fogom adni, hogy ez legyen egyik életcélom, azt is nagy örömmel teszem. A résztvevőknek is ez a modell ábrázolás témakör áll nagyon közel a szívükhöz? Mi a visszajelzés? Én azt hiszem, hogy igen, bár nehézséget is jelent, és ugyanakkor hétről hétre hoznak otthoni munkákat, abban látok tájképet is, és minden mást, de van, aki otthon is a portrét gyakorolja. Említetted előbb a kiállításokat is, és hát azért is vagyunk itt, hogy erről beszéljünk, hiszen az Ifjúsági Házban június 17-én nyílt meg egy nagyon szép kiállítás, ami július 6-áig megtekinthető, és az a címe, hogy Üzenet. Először a címről mesélj nekünk. Igyekszem minden évben egy fantázia címet adni, amit korán megtudnak egyébként a szakkörbejárók, tehát éppen direkt erre a címre is alkothatnak otthon egy képet. Erre bíztatom is őket. Tehát, hogy ne maradjunk a tanulmány jellegű munkáknál, hanem ezt tovább lépve, ha van egy önálló gondolata valakinek, akkor azt adja, és hát ezt próbálom egy kicsit így behatárolni, hogy mi akkor például most az üzenet szóhoz kapcsolódjon. Az üzenet pedig onnan származik, hogy azt gondolom, maga a kiállítás üzenet arról, hogy válasz ilyen hobbit, vagy fejleszd a készséged, és jó közösségben alkotni. Ez egy ilyen rejtett üzenet. Önmagában a képeken keresztül pedig ketten-hárman dolgoztak így erre a témára. Talán a napi események, vagy ahogy bennük lecsapódik, annak lenne egy kifejezése. Milyen alkotásokkal találkozhatunk a kiállításon, illetve van esetleg olyan, ami nagyon-nagyon közel áll a szívedhez, és vagy a résztvevőknek mondjuk, illetve a nézőknek, ajánlod mindenképpen, hogy ezt megnézzék. Hát, ahogy bemegyünk a galériába, rögtön jobbra van most egy úgynevezett szenior tagé, én nevezem így, mert ő régen járt hozzánk, most csak egyedül ő az, aki a régi időkből visszatért hozzánk, és újra kiállít velünk. Ő tényleg nemzetközi hírű versenyeken is részt vesz, és bejut Los Angelesbe most például egy munkájával a kiállításra. Ezt már követni sem tudom, ez az ő dolga, tehát ő önállóan alkot, és enkausztikával, viaszfestéssel foglalkozik. Most olyan természeti témájú képei vannak, és kiemelten a Tavasz címűt ajánlom mindenki figyelmébe, ami egy gordonka vagy valami hasonló hangszert ábrázol. Egyébként pedig örülök a kérdésnek, mert kiemelném, ha hallja, biztos örül Csikó Zsuzsát, aki újpesti és portré festésben, akvarelles festésben nagyon-nagyon előre jár, kiválik a többi közül, bár a többi is remek, és van ott egy piros paszportúrás kis festménye, ami remekül sikerült. Többeknek feltűnt, igen. Vannak-e már visszajelzések a kiállítással kapcsolatban, akár már a megnyitó után, illetve mostani időszakban?
Igen, igen, pozitív visszajelzések vannak, és Monori Marika, aki megnyitotta a kiállítást, nagyon szépen méltatta, túl sokat is beszélt rólam, de úgy látszik, hogy ennek helye volt, mert azért többen nem is gondolják, hogy milyen iskolázottsággal végzem ezt a munkát. És ennek is jó pozitív lecsapódása volt, hogy így akkor egy kicsit jobban el tudták helyezni az új tagok, hogy vajon milyen szinten, hogyan próbálom őket indítani. Azon kívül jó kiállítás, úgy hallom, hogy nívós, nem engedünk ebből a nívóból. És érdekes módon ez, hogy szeptemberben még nem látszik, hogy ez ilyen jól fog alakulni, és akkor ugye iskola rendszerben dolgozunk, most már szünet van, most mindenki otthon dolgozhat, feltöltekezik a nyárral, addig viszont van egy lineáris fejlődés a munkájukban, és ez látszik a kiállítás anyagán is. Akkor pozitívak a visszajelzések, igen. Ennek nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm, Hajnalka, hogy eljöttél hozzám és beszélgettünk, és gratulálok, illetve további sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen.